Sziasztok, én Hajni vagyok. Benyomtam a felvételt? Igen. Ment a számláló. Ja, bocsi. Még egyszer? Ja. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szent Zoltán volnék. A mai videónkban, mint már tőlünk megszokhattátok, folytatjuk Nilácskának a kis történetét. Ugye most már elértünk egy olyan szakaszhoz, hogy az utolsó Nílával kapcsolatos videóban elmondtuk nektek, hogy sajnos nagyon nagy fájdalmai voltak, és jöttek megint csak a nem tudom én hányadik ünnep már, amit a kórházban kellett töltenünk, ez éppen pont ugye a húsvét volt. Nagyon rosszul érintette Nílát, hogy nem engedték haza, sajnos az állapota nem engedte, tényleg nagyon rosszul volt abban az időszakban, de végre egy picit talán a vérképe olyan kis szintű emelkedést mutatott, hogy engedélyezték, hogy egy picit hazamehessünk. Így van. Kaptunk egy-két napot a kórháztól. Nem tudom már pontosan, hogy ez egy nap volt, két nap volt. Mondjuk azt, hogy két nap, most tudom, furcsán fejezem ki megint magamat, tehát aznap elengedtek, és akkor mondjuk másnap délután vagy estére kellett igen visszamenni, szóval akkor egy-két nap, mondjuk ezt, így úgy, tudom, hogy na mindegy, bocsánat. Igen, hát ugye amikor megtudtuk, hogy hazamehetünk, nagy örömmel készült Nila, ugye várta apát, és hát mindenképpen nagyon csinosan szeretett volna, mint már tőle megszokhattátok, Nila stílusban felöltözni, és úgy várta apát. Így van, magára öltött Nila egy gyönyörű szép kis fehér szoknyát, ahhoz egy fehér mini magas sarkú cipellőt. Természetesen húzott fel egyébként egy sapit is, mert ugye ti is tudjátok már az előző Nila történet videóból, hogy Nilának sajnos a hajacskája igencsak kihullott. Ezt valahol szégyelte Nila, megbeszéltük, ugye kellemetlenül érezte magát emiatt, úgyhogy megmondta, hogy ha kimegyünk az utcára, vagy elmegyünk hazafelé, akkor is, ha csak az autóban csücsülünk, ő azért valamilyen komfortérzést ad neki, igen, hogyha a fején sapi van, meg egyébként is húztunk volna fel sapit, mert igen, egyébként kint akkoriban még hideg volt, de ettől függetlenül az időjárástól Nila megmondta, hogy a sapi az elengedhetetlen, az neki kell. Mielőtt hazaindultunk volna, apa meglepte egy kis ajándékkal, mondjuk így, hogy az egyik épületben, ugye át kellett menni egy másik épületbe, ott felmenni az emeletre, és ott volt egy... sebészeti osztály. Igen, igen, ahol ugye a műtéteket végezték Nilán is, és ott volt egy italautomata, ahonnét apa vett neki egy forró csokit. Hát Nilával együtt közösen, ugye igen, az már egyfajta játékosság, hogyha a gyermek dobja be ugye az apró pénzt, ugye ő vette ki a pénztárcából, ő dobálta bele, ő nyomta be a számot, hogy akkor ugye akkor Nila ivott egy kis forró csokit, mi meg teljes kávét, nem tudom, kapucsinot, nem tudom mi volt akkoriban, meg ettünk egy, próbáltunk hárman megenni egy csokoládét is, de hát ugye ott már Nila nagyon fel volt vidulva, vagy hogy kell ezt mondani, igen, hogy felpesdült a kis vére, hogy utcú neki, mehetünk igen haza, jaj de jó lesz, noha a vérkép az nem egy olyan bitangerős vérképet jelentett, de annyit megengedett a kórház, hogy akkor hazamenjünk egyet aludni. Így van, és ugye otthon figyeltünk minden kis olyan rezdülését, ami azt váltotta ki, hogy esetleg még rosszabb lehetett a vérképe, ugye akkor megígértük, hogy akkor azonnal autóba ugrunk és vissza a kórházba. Igen, ilyen például a láz, a hányás, a vérnyomás, ugye ezeket a dolgokat is kellett figyelni, vagy ha bármi olyan kis bevérzés volt a kis testén bárhol, ami a trombocitának a még lejjebb süllyedésé miatt jelentkezett. Ugye ezekre nagyon-nagyon figyeltünk és komolyan vettük, hogy nehogy valami probléma legyen. Valamint ugye a szájon át bevehető gyógyszereket vittük magunkkal. Így van. Apa meglepett minket otthon, hiszen... Ez mi volt? Hát annyira akartam mondani, hogy ja, apa csinál. Nem baj, hangosan, mert igen, ugye süketek vagyunk és nem halljuk, tehát hangosan kell beszélni. Igen, bocsánat. Minél hangosabban, ugye nekünk nincs méregdrága a mikrofonunk, ott ül a kis telefon velünk szembe, úgyhogy igyekszünk hangosan érthetően beszélni. Na tehát ott tartottunk, hogy... Apa meglepetésre készült. Ott tartottunk, hogy... Hogy?
így csináltad, nem? De tényleg. Ugye hazaértünk, és egy kis hazaértünk, és egy meglepetés fogadta a Nélát. Meglepetés, mert nem hallom, süketve. Szívem. Amikor hazaértünk, meglepetés fogadta Nélát, hiszen mivel a húsvétot a kórházban töltöttük, így apa úgy döntött, hogy otthon is egy kis fészket csinál Néla babának, amiben ugye kapott tőle egy ajándékot, aminek hát ugye Nila nagyon-nagyon örül, ez a slime. Igen, egy piros, hát igazániból rózsaszín slime-ot akartunk, de piros féleségben tudtam ezt a neten megrendelni. Ez egy összekeverhető slime, külön volt hozzá a színező, valamint a borax, a kötőanyag, nem tudom már pontosan, ezt Nila sokkal jobban tudja. Úgyhogy azt rendeltük meg, megérkezett, és akkor természetesen csaptunk egy szlájmos bulit, egy-két órán keresztül akkor szlájmoztunk egy egyszerű kis mini fazékba, vagy lábosba, nem tudom, hogy kell mondani, amiben amúgy előtte tojást főztünk, mert azt is tudnatok kell, igen, hogy tojást is főztünk, és akkor közösen megint csináltunk egy tojásfestést, mivel Nila azért sokkal jobb állapotban volt, sokkal jobban tudott most ránk figyelni, koncentrálni. Ő is szépen festegette a tojásokat, mit tudom, kifestettünk egy 10-15 darab tojást, valamint akkor ugye szlájmoztunk is egyet, Nila összekeverte abba a kis fazékba, összegyúrta, nyomkodta, húzta, vonta, formákba öntötte, nem tudom még mit lehet vele csinálni. Szerencsére jól sikerült a slime, tehát nem volt vele semmi probléma, összeöntöttük, összegyúrtuk, minden rendben volt, úgy nyúlt, ahogy kellett. Később is egyébként ugyanabból a slime-ból rendeltem Nélának, ha jól emlékszem, akkor talán zöld színű tudtam, nem volt ez a szín, viszont érdekes módon az már nem sikerült, az megmaradt nagyon folyósnak, nyálkásnak. Nem, talán kispóroltak belőle valami kis anyagot, nem tudom, vagy a kémia nem úgy jött össze, de az a lényeg, hogy itt sikerült, és tényleg azt az egy teljes napot, amit otthon ugye eltöltöttünk, az teljesen fenomenális volt az egész, jól éreztük magunkat, ugye bent voltunk végig a franciágyba. Igen, közben babáztunk is, ugye tudjátok, hogy Nila, elmondtuk, hogy Nila nagyon szerette ezeket a kis barbikat felöltöztetni gyurmába, ugye itt is ezeket csináltuk az ágyba. Divattervező. Igen, divattervező, divatbemutatót rendeztünk ugye a babákból, meg közben főztünk is a gyurmákból, és hát tényleg nagyon-nagyon megható, mert tényleg egy hétköznapi embernek, mármint akik minden nap otthon vannak, nekik az természetes, hogy otthon vannak, bent vannak a kis megszokott ágyukba, és ez semmilyen úgymond, bocsánat, hogy így mondom, érzés nem vált ki akár egy gyermekből, hogy éppen pont most befekszem a saját ágyamba. De Nila, amikor hazaértünk, és meglátta az ő kis otthoni ágyát, az otthoni kis ágyneműjét, ugye, amit apa elkészített neki, beillatosította, kimosta neki, egyszerűen leírhatatlan az az érzés, amit mi is szülőként láttunk rajta, hogy ő milyen örömmel veszi azt, hogy befekhet az ő saját ágyába, hogy végre otthon alhat, hogy nem az van, hogy fények között, gépek között, bocsánat, hangzavarban, hanem tényleg ő végre otthon van. Lehet, hogy csak egy éjszakát, de azt az egy éjszakát is hatalmas örömmel vette Nila, tényleg. Bocsánat, csak ez tényleg emlékszel rá, hogy mennyire örült neki. Persze mondjuk a másnap már azért nem volt ennyire, hogy is fejeztem ki magam, fenomenális, mert ott ilyenkor azért általában éreztem Nila, tehát hogyha elindultunk a kórházba, hogy jaj, nem, már megint a kórház, jaj, nem akarok visszamenni, akkor nyilván Nila is kissé ingerülté vált, feszült volt, de persze ezt ugye mind megértettük neki, hiszen ki az, aki önfeledten el tud menni egy kórházba. Igen, ugye még azt még elmondjuk, hogy Nila is készült nekünk, ugye otthon volt, és akkor ő is otthon a játékok mellett rajzolt nekünk, és ugye ő azt pedig húsvétra adta át nekünk, a hercegnőt, emlékszel rá? Igen, egy gyönyörű szép zsírkrétás hercegnő rajzolt, készített Nila nekünk, egyébként nagyon szép volt, valamelyik videóban bele is vágtam, majd megpróbálom ide is megmutatni nektek.
Úgyhogy, ha azt nézzük, nagyon gyorsan eltelt az az egy nap, de nagyon jól, hogy szokták mondani, nagyon ki volt töltve. Igen, kihasználtunk minden percét ennek a kis rövid időnek is, hogy tényleg azt úgy töltsük el otthon együtt hárman, ahogy tényleg Nina szeretné, és végre, ahogy te mondod, fenomenál. Mi? Igen, az. Felhőtlen örömök között. Az is, azt akartam, hogy felhőtlen, fenomenális. Egyébként mondhatnám azt, hogy ettünk, ittunk, vígadoztunk, vagy hogyan szokás ezt mondani, de nem. Azért annyira nem habzsidő zsíztünk, mert Nila annyira nem tudott táplálkozni, nyilván a folyadékbevitelekkel figyeltünk, hogy akkor olyas valamit ígyunk, mint például különböző rostos gyümölcslevek, amitől ugye azért lesz egy kis energiája is, mert ugye csak úgy nem tudtuk Nilába nyomni a táplálékot, esetleg kicsikét kekszezett, vagy ropizott, de hát ennek már mind nagyon örültünk, mert ugye előtte is végig táplálva volt Nila infúzión keresztül. Na és akkor ugye visszamentünk a kórházba. Ilyenkor ugye ezt úgy szokták csinálni, hogy akkor visszakötik az infúziót, vért vesznek, meg kell várni az eredményt, utána egyből kapja, tehát folytatódik ugye a kemoterápiás kezelés. Na de ott megint volt valami kis furcsaság, ha nagyon jó, hogy kell mondani, ha az előző videóra visszaemlékeztek, ugye mondtuk nektek valami olyasmit, hogy azt mondták, mivel már elég erős kemoterápiás szereket kap Nila, hogy nagyon kell figyelni a szívére. És ugye, hogy vajon ez sikerült-e neki. Most ettől mi teljesen függetlenek vagyunk, ugye ez nem a mi munkánk, nem a mi hatáskörünk, nyilván az adott orvosoknak figyelnie kell Nilának a különböző élet jeleire, és hogy a kemoterápiás szerek hogy avatnak a kis szervezetére, jelen esetében a szívére, amúgy nem csak a szívére, de tehát cakunk, pakna, mindegy, de ugye a szívére nagyon kell figyelni, mert a szer, amit kap, az igenis hatással lehet rá. Na, ugye. És akkor megmondtam nektek, hogy most elszórtuk itt a kis morzsát az előző videóba. Na most akkor ebből volt vajon probléma, vagy nem? Jó, és elrontottuk, bocsánat. Csak tudjátok, nagyon sok mindent szeretnék mondani. Igen. Nem baj. Tudom. Semmi baj. Ezt beleszólhattál volna nyugodtan. Nem baj, semmi baj. Nem kötötték Nilát az infúzióra, vért vettek tőle, de nem kötötték egyből rá az infúzióra, nem kapta meg utána az eredmény vérképteszt után a kemoterápiát, ugyanis visszakiküldtek minket a váróba. És hát vártunk ugye a pixalámis Joe-ra, az a gyuntusra, a hű, de nem tudom milyen nagy főorvos szakira, hogy akkor mégis mi a helyzet, miért várunk mi ott kint a váróban, miközben a kezelést kéne kapni a Nilának. Nos, kijött a pixalámis Joe a váróba, és elkezdte elcsetelni, hogy hát nézzük. Bocsánat, de azt azért mondjuk el, hogy ugye már többször bemutattuk nektek, akár videó formájában is, tehát picike. Két-három ülő jobbról, két-három ülő balról, középen pedig jönnek-mennek az emberek kibe-kibe. Ott van a mosdó is, szóval ott forgalmas egy helyiség. Igen, tehát a főbejáratot található, nyitódik az ajtó, nagyon sokan egyébként vagy becsapják, vagy csak behajtják, közben jön ugye a hideg levegőbe, a cigifüstől kezdve minden, akkor már egészítsük így ki. Sőt, az úgy működik az az ajtó, azt is tudnatok kell, hogy ez egyébként egy olyan ajtó, hogy kívülről, így ahogy itt állok az ajtón, hogy be akarok menni, nincs kilincs. Nem tudod lenyomni, azt csak belülről lehet kinyitni, ugye a kilincsel, vagy pedig esetleg beütöd a kódot, de hát soha egy szülőnek nem adták meg azt a kódot. Igen, tehát, csengetni kell, és akkor majd belül. Majd kijönnek, és akkor hát nyilván azért jó sokat várhatsz a nővérre, mert ha éppen valamit csinál, mondjuk azt, hogy éppen nagy melóban van egy gyereknél, és nem azt nézi, hogy melyik melltartót kell megvenni a neten. De tényleg, most aztán, na mindegy. Igen. Szóval akkor elég sokat kell ott kint tölteni az időt, hogy akkor mikor nyílik ki az ajtó, és rendszerint, hogyha a szülők ott tücsörögnek, ők kiszokták nyitni már szülőnek, és még azt is tudnotok kell, hogy sokszor az orvos is nyomja a csengőt, és akkor tál, nem jön ki neki senki, és akkor mondjuk az orvosokat is beengedik. Ez nálunk is számtalan ilyen eset volt, úgyhogy nem tudom, hogy mi a francnak van az a kis elektromos ajtó a kóddal együtt, hogy ez működik, vagy nem, vagy hogy a mai napig megcsinálták, lecsinálták,
cseréltél, fogalmam sincs, nem is érdekel. A lényeg, ahogy te mondtad, hogy ott van átmenő forgalom. Mi leültünk, hogyha az ajtóval szemben állunk, ahogy be akarunk menni, mi a baloldali ülő részre ültünk le, pont el is fértünk, hárman, ugye kis sor, tehát nem sok ember tudott elférni, leültünk mind a hárman. A pixolámi Joe, a nagy főnök úraság, az pedig velünk szembe ült le, ugye jobb oldalra. És akkor elkezdte ecsetelni, hogy még mielőtt belevágunk Milának a következő kemoterápiás blokkjába, szeretne valamit velünk megosztani. És közben nyitódik az ajtó. Vagy éppen az orvos állt fel, ő nyitotta ki az ajtót valakinek, vagy éppen most az orvos nem akart felállni, és akkor én nyitottam ki a másik szülőnek az ajtót. Vagy közben elment, mit tudom én, az apuka, és akkor elment oda trottizni a WC-be, mert egyébként ezek hungarocel kis falazatok, amik elválasztják, nem rendes téglafal, egyszerű hungarocell, vagy az az álfal, hogy is mondják, és akkor hallott, hogy valaki éppen erőködik a mosdó, lehúzza, vagy éppen durrantott egyet. De hiszitek, ha nem, ez tényleg így van. Na de bele is vágunk, én csak kicsit próbálom elhúzni az időt, mert közben bennem is megy föl a pumpa. És ugye elkezdtem mondani, hogy hát a Milának ugye a második blokkja az megvolt. Most jönne a harmadik blokk a kemoterápiás kezelésben, de nem adhatják oda a harmadik blokkot, automatikusan ráugrunk a negyedikre. Ennek valahol mi Hajnival örültünk, mondtuk is az orvosnak, hogy jó, örülünk annak, hogy akkor minden rendben van úgymond, és akkor mehetünk a negyedikre. Itt mi hirtelen arra gondoltunk, hogy akkor dolgozik a szer, gyengébb a betegség, mint maga a kemó, így akkor ki lehet hagyni egy blokkot, ami egyébként előre meg volt tervezve, és ez talán Milának is sokkal könnyebb lesz, mert mondjuk 2 hónappal kevesebb kemót fog kapni, kevesebb stressz éri majd a kis testét, kevesebb időt fog akkor Mila eltölteni a kórházba. Na de rákérdeztem, hogy hát akkor ezért adjuk ki a harmadik blokkot, hogy akkor úgymond minden flottul megy, de hát ugye ti is tudjátok, hogy sohasem minden ment flottulat, na mindegy, de azért ugye rákérdeztem, és mondta a doktor úr, elkezdett hebegni, habogni, hát hogy hát végül is, és akkor tudják, hogy mondtuk, hogy akkor majd figyelünk a szívre, na hát az a helyzet, hogy akkor a szív most nem bírja, és akkor ezért. Tehát elmondták azt, hogy utólag vették észre, nem így mondta, hogy elbaszták, de hogy mert próbálta a felelősséget áthárítani a betegségre, a kemóra, nem arra, akik adják, emberek dolgoznak, húsvér emberek dolgoznak, nem ők a felelősek. Nem nézték megfelelő időben a vérnyomásokat, ugye az lázlapom csak mennyi is? Csak úgy talánomra be voltak kirogatva, ugye senki nem nézte azt. A szívultrahang is ugye, ami Milán elengedhetetlen lett volna, nem tudom, 3-4 havonta, hanem akár heti rendszerességgel. Tehát kiderült, hogy megterhelték a második blokkban Milának a szívét, kapott egy olyan szert, amire azt mondták, hogy elengedhetetlen az, hogy folyamatosan felügyelet alatt tartsák Milának a szívét. De sajnos ez nem így történt meg, a szívét megterhelték, nem akarok hülyeséget mondani, hogy légy szíves, javíts ki, Hajni. A jobb pitvar sérült. A jobb pitvar volt? Igen. A jobb pitvart úgymond elgyengítették. Tehát megtámad, hát én nem tudom ezt hogyan kell mondani, ugye a kemó az roncsol. Szívkárosodást okozott. Szó szerint szívkárosodást okozott, igen. Na de, természetesen ilyenkor megijedsz. Következő kérdésed, mi a teendő? Mit fog most Nila erre kapni? Hogyan javítható? Műteni kell? Gyógyszeres kezelés kell? Vagy kukába az egész kemó, és akkor nem kaphat kemót se, vagy akkor mi lesz a betegsége, hogyan, miképp haladunk tovább. Ők kiöklötték, a pixalámis Joe, kiöklötték, hogy nem kell foglalkozni igazándiból a szívvel, ezért kihagyják a harmadik blokkot, és csak a negyediket adják, ami a negyedik egyébként a legerősebb blokkja a kezelés szakaszában, ugye úgy tervezték meg Milának, ezért megkapja automatikusan a legerősebb kemót, kiadják a harmadikat, nincs hozzá felszoktatás úgymond, és abban bíznak, hogy ezt a szív bírni fogja, de elmondták, de amúgy is tudják szülők, aláírták a papírokat, a kezelés megkezdése előtt, ugye oda kell firkantanod, alá kell írnod, hogy bent vagy a kórházba,
Egyébként a gyereket amúgy sem tudod elhozni, ugye, ezt már megbeszéltük, mindenféle papír alá kell írnod, mert másképp meg nem állnak neki. De ha nem állnak neki a kezelés miatt, mert nem írtad alá, akkor elveszik a gyereket, és akkor amúgy is azt csinálnak vele, amit akarnak. Így is azt csinálnak vele, amit akarnak, tehát igazából kussa neved, de mégis kell egy aláírás, mert ha történik egy kurva nagy hiba, egy elhalálozás, egy orvosi hiba, bármi, akkor ők mossák kezeiket, ezzel védve vannak, hiszen hozzájárult a szülő, elolvasta, blablabla, bla, bla, nem az orvosnak a felelőssége. Dehogy nem az orvosnak a felelőssége, csak mi magyar népet hülyének lehet nézni, minket drótól rángatnak, teljesen mindegy, most akkor nem menjünk ebbe bele. Elfelejtem, mit akarok mondani, mert a lényeg, azt mondták, hogy akkor szívkárosodást okoztak, a harmadik blokkot kihagyják, ugrunk a negyedikre, és bíznak abba, mert egyébként is már az első nap lehet szívmegállás, szívleállás a kemoterápiás kezelés következményeképpen. Ez elő szokott fordulni. Noha itt bejjezt, mert a felelősséget ráterhelte arra, hogy már az első napon megállhatna a szív a kemótól, meg a betegség, a hiba, meg stb., meg te vagy a hibás, meg mit tudom én, de az orvos nem hibás. Ezzel elhárította a felelősséget, majd bejjezt, hogy hát igazándiból örüljünk annak, tudat alatt akar egyfajta ilyen pszichológiai tudatmódosítást akarnak rajta végezni, hogy hát is örüljünk annak, eddig nem történt szívmegállás, és akkor most jaj, bízzunk abba, hogy ezután sem lesz szívmegállás egyik nap, miközben folyamatosan pumpálják a kemót. Hogy úgymond ezzel felejtsd azt el, hogy mi most elbasztuk, mint kórház, mert nem figyeltünk a gyereket, csak pumpáltuk azt a szert fölöslegesen, és megkárosítottuk a gyerek szívét. De amúgy is okozhatna károsodást. Tehát kurva jó ki vannak találva ezek a mondatok, de aki figyel, az úgy is átlátja. Igen, megint... Ja, bocsánat. Csak ugye itt mondta azt el, hogy amikor rákérdeztünk, hogy de akkor miért kapta, miért nem olyan dózisban kapta akkor Néla, amit bírt volna a kis szíve, és erre mondta azt, hát tudja, melyik ujjunkat harapjuk, hogy ne fájjon. Igen, igazad. Emlékszel? Olyan fasságos hasonlatai vannak, amikor elmentünk, emlékeztek? Kórházigazgató, VS, Pizzalámis Joe, VS mi szülők, mit mondtak? Hát a kenyérszeletelés közben is meg tudjuk vágni az ujjunkat. Igen. De itt egy elhalálozás történt, értitek? Kurvára rühellem a Pizzalámis Joe-nak a hasonlatait, és igazad van, melyik ujjunkba harapjunk bele. Mert hogyha meg nem adták volna, akkor meg ráfogták volna, hogy az miatt van baj, hogy nem kapja a Néla. Tehát szépen kimagyarázták azt, hogy a gyereknek miért bénult le a fél szíve. És igen, tovább kérdezősködtünk, hogy na de mit fogunk vele kezdeni? Elkezdett arról beszélni ez a nagy főorvos úr, hogy igazándiból ők nem tudnak vele mit kezdeni, ők egyébként sem értenek, az onkológiai osztályon nem értenek a szívhez, ahhoz külön szívorvos, mi az kardiológus kell hozzá. Igen. Majd, ha mi akarunk, elmehetünk, ők nem küldenek tovább semmiféle orvoshoz, mivel a kezelés az folytatódik. Mit mondott a süttyókám? Abban bízunk, hogy hát gyermekről van szó, és hát igazándiból lehet, hogy egy 5-10 éven belül javulás várható majd a szívnél. Elkezd megfelelően dolgozni. Tudjátok, mint akinek egybesélye lesz, az elején piszok nehéz neki. Éjjel-nappal elmegy pisíni, van, hogy be is vizel, mert nem úgy érzi, stb. A két vese helyett az egybesének fel kell venni a ritmust. Na, valami ilyesmit mondtak Milának a fél szívére is, hogy majd a másik talán elkezdi, vagy először is, amelyik nem úgy sérült meg a bal pitvar, az többet fog most dolgozni, és majd a gyengébb, amit meggyengítettek jobb pitvart, az majd talán egy idő múlva kicsit elkezd erősödni, és majd kiegyenlítődik a kettőnek a munkája, úgymond, valahogy így. Igen. Na, értitek? Azért ez durva, nem? Ott vagy egy sérült szívvel, és azt hiszed, hogy tehát megpróbálják azt betukmálni a fejedbe, minden rendben van, ne aggódjál itt, öcsém. Igen. És ráfogják arra igazándiból, hogy ők azért nem csinálnak semmit, meg azért ne szedjen rá Nílácska gyógyszert, mert hát úgyis a kemoterápiát kapja, és az mellett úgymond a szívgyógyszert nem lehetne szednie. Na most elmondjuk nektek, mivel mi ezt már tudjuk, sajnos, el fogunk jutni odáig,
sok történet lesz odáig még, de ennek lesz jelentősége, hogy ők nem csináltak semmit. És én ezt most gyorsan elmondom nektek, hogy azért ne legyen ennyi kérdőjel bennetek, mert ugye nagyon sok mindent tudunk mondani. Azért csinálták ezt, azért nem akartak vele foglalkozni, mert ez teljes mértékben az ő felelősségük volt. Ugye hibáztak, kiderült, hát csoda, hogy elmondták. Bár úgyis észrevettük volna a vérnyomás értékekből, hogy milyen vérnyomásokat produkál Nila, akár púzus téren. Na de egy idő után ugye mi felkerültünk a budapesti Szent László kórházba, ahol viszont észrevették. És jött a húzavona, hogy hát akkor mi a franc van. És mivel a pécsi kórház is általában mindig úgy készül fel, hogy a gyermekeket, mostában nagyon trendi a transzplantáció, elnézést kérek, hogy így mondom, de olyan gyereket is elküldenek transzplantációra, akinek a kemoterápiás blokk lezárása után minden eredménye rendben van, és mégis rábasszák a pecsétet, és felküldik őket transzplantálni. Ezt több szülőtől tudjuk. És mégis felküldik őket transzplantálni. Még egy kurva nagy sokkot kapnak azok a kis gyermekek szervezeteik. Ha a kemóban nem akarok durván beszélni, a kemóban nem történt baj, akkor lehet, hogy majd ott fog. Csak azért, hogy minél több pénzt, meg a másik kórház is el tudjon rakni. Ugye próbálják egymást kiszolgálni, de amikor van baj, újjal mutogatnak még a kórházak is egymásra. Erről majd lesz néhány történetünk, hogy mi történt Nilával ezzel kapcsolatban. Szóval itt nyilván a kórház nem vállalta a felelősséget, mesemondással lezárta ezt az egészet. Csak hogy a másik kórházban meg ez miatt volt problémánk. Mert sajnos igenis olyannyira megkárosították Nila szívét, hogy azt már kezelni kellett. Egy 7-8... mikor volt ez? 2018. február, március. Nila 7 éves volt, ugye? Igen. 7 éves gyereknek szétbaszták a szívét, már elnézést kérek. Csak azért, mert sokkal jobb telefont nyomkodni, mert a... Pedig nem kellett volna sok minden, ezt csak mondom. Azokat az értékeket úgy kiszámolni, hogy azt ő hozzá igazítani. Ugye és ahhoz igazítani, hogy ő már egyszer kapott kemoterápiát, ugye a Wilms-tumor miatt. Erről volt szó, hogy ezért fogják figyelni azt a szert. De akkor még meg is mérgezték, ugye tudjátok az előző videóban. Többször kellett volna az orvoskának bejönni, fölrakni a tappancsot, meghallgatni, egy nap vagy tízszer kellett volna a vérnyomást megmérni, akkor kössenek rá egy 24 órás, napi 24 órás vérnyomásmérőt, akkor néha kellett volna csinálni egy szívultrahangot, vagy egy EKG-t. Na, szóval, és ezek, ha hiszitek, hanem ezek apróságok. Bent vagy abban a rohadt kórházban, és azt hiszed, hogy ez magától értetődő. De hát most mondjam az én példámat. Bebotorkálok, összeesek, vagy vissza, ugyanúgy kijövök, az összeesek. Azt inkább azt mondom a hajnak, hogy húzzuk innen a fenébe, mert itt döglök meg. Na, és pedig tényleg apróságokról van szó, magától értetődő, ezt meg kéne csinálni. De nem csinálták meg. Te meg szülő ott vagy, eleve gyűlölnek téged, mert 24 órán keresztül ott volt a hajn is. És a hajni hiába próbál szólni, jól van anyuka, már gyen az orvos. Ez mikor volt? Tegnap előtt, basszus. A közben meg még vagy tízszer szóta hagyni, a kutya nem foglalkozik ezzel. És utána mit mondtak? Figyeljük, figyelemmel van tartva, folyamatos ellátás, folyamatos kezelés, minden értéket nézünk és rendben van. Azt mit csináltak? Elbaszták a gyereknek a 7 éves kis szívét. Ugye mennyit bírt Nila? Na. És akkor ne húzza fel az ember magát. Hadd ne mondjam, mennyit tudtam mérgelődni, miközben jöttem, mentem A-ból B-be, vagy otthon, vagy egymás között telefonon, amikor esetleg Nila próbált elaludni, de ugye ezt is megmondtuk, Nila mindig fülelt, akkor hiába próbáltál sugdolózni, anyu, Megi, miről beszéltek? Tehát nagyon sok mindent tudott Nila is, de azért nagyon sok mindent el is mondtunk neki, és szépen megbeszéltük. Tehát sosem ijesztettük meg Nilát, hogy rohadnának meg, basszus. Igen. És ezt a váróba jöttek, mentek, 20-szor abba hagyta a mondatát, te meg közben ott tűzpász, széttöröd az ujjadat. Na. Igen, és úgy, hogy akkor ott voltunk mind a hárman. Hát Nila is ott ütköztünk, nem foglalkoznak vele, hogy egy gyereknek is esetleg ez mit jelent. És akkor utána, miután ezt közölte, mondta az ákombákom, adjunk tuska, hogy akkor jó, mehetünk be. Ugrás a negyedik blokk, ami erősebb lesz, mint valaha, de a harmadik, de ne aggódjanak, a harmadik blokkot ezért hagyjuk ki. Ami állítólag eddig azért volt, hogy majd felszoktatják a negyedik blokkhoz, mert az rohadt erős lesz.
Nem, mintha egy egészséges szívvel olyan jó lenne kemúzni valakit. De így most legyengítettünk egy fél szívecskét, és akkor utcú neki nyomhatjuk a következő nagy blokkot. És ha minden rendben lesz, akkor eközben Nila, nem tudom, hogy ezt megemlítettük-e nektek, Nila felkerült a várólistára, az országos transzplantációs várólistára, mert ugye közölték velünk, hogy ugye megemlítettük, hogy lehet, hogy agyi besugárzásra is szüksége lesz Nilának, valamint transzplantációra, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy szó szerint életben maradjon a kezelések után. Az agyi besugárzásról ugye lemondtak, ugye elkezdték Nilának figyelni a kis szemét, ugye megnövekedett pupilla miatt, úgy ítélték meg, hogy nincs agyi érintettség, minden megfelelő, minden normálisan működik Nila kis fejében, Nila kis agyában, úgyhogy nem kell agyi besugárzás. Ez végül is egy örömhír volt, de a transzplantáció így most már főleg teljes mértékben elengedhetetlen. Amire egyébként, amikor a szülők bekerülnek a kórházba, senki nem akar elmenni transzplantációra, mert az egy újabb sok terápia, úgymond, vagy túlélem, vagy nem. Az azt jelenti, ha valaki transzplantálnak, hogy kurva kemény ez a rák. Ez nem jó. Ha végig tudsz menni a kezelésen, ha túléled a kezelést, próbálsz megnyugodni, hogy remélem csak ennyi volt, oké? Hazamegyek, 5 évig nézegetnek, minden héten vérkép anyám kínja, és akkor utána talán meggyógyulok. De igazándiból az az ember sosem lesz gyógyult. 5 vagy 10, attól függ, betegségtől függően, kit hogyan érint, és akkor úgy nyilvánítják gyógyultnak, de egész életében kell menni felülvizsgálatokra, kórházba járni, stb. És az az ember nyilván már nem lesz olyan, mint előtte, mivel rettegni fog mindentől, gondolom én. Mondtam mindent, amit akartam, nem tudom. Tehát igen, a transzplantáció. Tehát rohadtul nem akartunk, bíztunk abban, hogy mi nem fogunk oda kerülni. Benyögték, szétcseszték a szívet, és akkor még transzplantálni is kell majd a kislányt. És akkor ugye ezt is majd adagoljuk be Nilának, hogy mehetünk majd egy másik kórházba, ha itt végeztünk, ugye? De már belépették az ideget, hogy most egy fél szívbe odaadjuk a legerősebb kemót. Szerettünk volna még valamit mondani? Nem tudom, bocsánat. Nem, igazából én azt hiszem, hogy éppen elég tömör ez de, a videó. Tudom, sokszor szoktam menni, de na most képzeljük el ezt, gyerekek. Rohadt diplomatikusan, mondjuk azt itt ülünk, és akkor sziasztok. Nilának a második blokk kezelését kihagyják. Következik a negyedik. Nem is tudom így beszélni. Tehát, második blokk kezelés megtörtént. A váróteremben közli velünk az orvos, hogy a második blokkban adott kemoterápiára nem figyeltek megfelelően, túlnyomták azt a szert, amit Nila 2 éves korában kapott, ezért a fél szívét megterhelte a kemoterápiás kezelés. Ezért kihagyják a harmadik blokkot, hogy ne legyen elhalálozás, ezért beleugrunk a negyedik blokkba, ám bár az a legerősebb kemoterápiás kezelés, amit Nilának előírtak. De azt meg nem hagyhatják ki, mert ha a negyedik blokkot hagynák ki, az meg nem elég. Transzplantációhoz sem, ugye? Így van, mert megfelelő értékeket kell ahhoz produkálni, hogy valaki a transzplantációra felkerüljön, mivel kukába nem dobnak semmit. Ha nem érsz el egy bizonyos értéket, ne is álmodozz arról, hogy téged transzplantálni fognak, mert ez így van, nekünk is megmondták. Tehát ehhez, milyen kedves egyébként az adjunktus úr, Nilának produkálnia kell áradményeket, így mondta a csávókám, produkálnia, Nilának kell produkálnia. Hát nem az ő kemójuknak, Nilának kell produkálnia. Jó, értem, mindegy, most akkor ebben nem menjünk be. Na és akkor azt akartam mondani, természetesen megköszöntük az orvosnak, hogy ennyire megértően, ennyire foglalkoznak és figyelik Nilának a kis szervezetét, ám bár meggyengítették a kis szívét, de akkor is odaadtuk a hálapénzt. Puszi, puszi, hello, szia, jó van, itt hagyjuk a gyereket, 2 hónapra majd jövünk. Most tényleg így kéne, el tudnátok ezt képzelni? Akár magatokkal, hogy ezt így elmondjátok? Hát hogy a picsába lehetne ezt elmondani? Most úgy őszintén. Főleg úgy, hogy a saját gyerekedről van szó, főleg úgy, hogy ott van az urna mellettem. Ugye, mert néha
értem én, nem tetszik sokaknak, ahogyan szoktam beszélni. De hát basszus, amúgy is ilyen ember vagyok az utcán, nyilván nem így átadom a számat, ha bemegyek egy boltba, vagy egy hivatalos helyre, vagy valami, de itt megtehetem, és úgy érzem, ezt meg is kell tennem. Ezt ki kell így adni. És még ennél cifrában is ki tudnám magamat fejezni. Szóval értitek? Ez a mi valunk. És ezt nem lehet virágnyelven elmondani, gyerekek. Nem lehet. Mindennek megvan a maga helye és ideje. És akár, hogyha obszcénen fejezem ki magam, hol máshol, ha nem itt? Még a hideg is kirázott, ahogy ezt mondtam. Hát hol, nem? Nem munka közben csak úgy kurva anyázok egyet-kettőt, aminek az égvilágon semmi értelme nincs, de még azt is meg lehet érteni. Hát most nem hiszem, hogy már olyan nagy tragédia az, ha valaki azt mondja, hogy picsa meg fasz, már elnézést. Tudom, vannak olyan emberek kicsikét, nem is tudom, hogyan kell mondani, nem szeretik az ilyen szavakat. De hol máshol, ha nem itt? Nem? Így van, itt nem lehet szépen beszélni, hisz nem a nem szép és jó, amit ők tettek. Szóval továbbra is úgy folytatjuk ezeket a videókat, ahogyan tudjuk, ahogyan eddig is. Tehát ebben nincsen semmiféle színjáték, nincsen semmiféle megjátszás. Ez így van csinálva, és kész. És akkor ezt most mára, ugye megnézitek ezt a kis videót, megint próbáljátok lenyelni, hogy megint mit műveltek Nilával. Kis fél szívével ugorhatunk a kemóba. Aztán, ha valami gigszer van, nem mehetsz tovább transzplantációra. Aztán, mi történik akkor? Elmondták, kaphat egyébként más kemót, csak akkor már kicsikét ezeket át kell gondolni, mert Nilánál meg van szabva. Mert ugye 2 évesen már szétkemózták, megbeszéltük, a szervezet valamiért a kemoterápiás mérgeket megjegyzi. Nem tudnak többet pumpálni bele, mint amennyit elbír. Hogy is mondjam, tehát, jaj, értitek? Értitek, mit akarunk mondani? Mert ha mégis adnak abból a szerből, vagy egy másikból, tök mindegy, emlékszik rá a teste, nem tudnak többet adni. Be tudják adni, tehát fizikailag nagyon egyszerű. Benyomtam, kész. Csak akkor meg a kemóba hal meg. Mert szó szerint megmérgezik vele. Így van. Úgyhogy akkor jött a további fogtépés, idegörlés, hogy akkor a Nila kicsi kis szívével, a fél szívével, akkor ezt hogyan fogja kibírni. Jó lesz-e az érték, hogy a transzplantációs kórház, ugye Budapest majd tudjon minket fogadni, de ha ez minden így összejön, még valami kell ehhez. Hát megfelelő donor. Mi nem lehetünk, ez a betegség, ez kiiktatja. Sem hajni, semmi, nem lehettem donor. Tehát idegen donorra van szükségünk. Vajon meg lesz-e majd a donor? Jó, úgyhogy ennyi lett volna a videó. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, hogy végignéztétek a mai videónkat. Várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat bármilyen témában, de biztosak vagyunk benne, hogy titeket is megérintett a mai videónk is. Köszönjük szépen még egyszer, sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok. Sziasztok.